Köszöntöm Önöket, ez a napi foci a Pannon RTV labdarúgó Európa-bajnoksággal foglalkozó műsora. Természetesen ma is foglalkozunk esélylatolgatással, elemzésekkel, illetve nyereményjátékokkal is. Akik ebben a segítségemre lesznek a mai műsorban, az Tóth Tibor sportújságíró, illetve Csizmár Zsolt labdarúgó edző. Köszöntelek itt a stúdióban titeket. Köszöntjük a nézőket, szia Zsolt. Úgy szintén. A magyar sport sajtóban csak szuperkedként emlegetik a mai játéknapot, ugyanis pályára lép a magyar, illetve a portugál válogatott, valamint Franciaország Németországgal néz szembe. Tibi, te milyen, mennyire vártad a mai meccsnapot? Hát ugye amikor Magyarország Izlandot kiejtette furcsa lejtezőn, akkor nagyon vártam azt, hogy lépjen pályára újra a nemzeti csapat. Utána, amikor megláttam a sorsolást, akkor egy kicsit pessimistával váltam, de ennek persze várom a mérkőzést, és bízom benne, hogy Magyarország nem csak 15 millió magyarnak, hanem néhány millió németnek és franciának is örömet okoz ma. Zsolt, te mennyire vártad a mai játéknapot? Ugye itt beszéltük a műsor előtt, hogy tulajdonképpen már 2 éve erre várunk, erre a meccsnapra. Így van, körülbelül 2 éve és végre valahára meg is érkezett. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú mérkőzés lesz. Ami számomra nagyon nagy öröm, az tulajdonképpen az, hogy teltház előtt bírnak a válogatottak játszani, amire nem volt példa az utóbbi másfél évben, és én úgy gondolom, hogy ez a teltházas mérkőzés mind a két válogatottnak egy óriási lökést ad, és én egy nagyon jó hangulatú mérkőzést várok. Ami pedig a magyar válogatottat illeti, én titkon azért reménykedek, talán egy döntetlen elérésében, ha bár tudjuk, legyünk reálisak, hogy ez nagyon nehéz lesz, de azért reménykedni szabad, és hát majd meglássuk. Még mielőtt itt elmerülünk teljesen a mai meccsek elemzésében, nézzük meg, hogy tegnap milyen eredmények születtek a Lengyelország, Szlovákia, illetve Spanyolország, Svédország mérkőzésen. Közép-európai rangadóval folytatódott az Európa-bajnokság hétfő délután az E-csoport első mérkőzésén, ahol Lengyelország és Szlovákia csapott össze egymással. Aktívabban kezdtek a lengyelek, de helyzetekig nem jutottak el, így szép lassan az ellenfél is összekapta magát, és nem csupán kiegyenlítette a játék képét, de a vezetést is megszerezte. A 18. percben Mák lövése nyomán a labda a kapufára, onnan pedig a vetődő lengyel kapusról a hálóba került. Paulo Sousa szövetségi kapitány biztosan komoly fejmosásban részesítette a játékosait a félidőben, mert szünet után olyan lendülettel jött ki a lengyel válogatott, hogy fél perc alatt egyenlített. És amikor a lengyelek tényleg átvették volna az irányítást, akkor jött az újabb fordulat. A sárgalapos Krihoviák odapakolt Hromadának, és ez is sárgát ért, így a játékvezető kiállította. Az ember előnybe került szlovákok gyorsan éltek is a váratlan lehetőséggel. A 69. percben Skriniar vett le egy labdát a 16-oson belül, mivel senki sem zavarta, és 14 méterről be is varta a kapu jobb oldalába. Az eredmény maradt a 2-1, így Szlovákia 2016-os oroszok elleni siker után megszerezte második győzelmét az Európa-bajnokságok történetében. Az E-csoport másik mérkőzésén a spanyolok nem bírtak a svéd válogatottal. Az egyértelműnek tűnt, hogy a svédek nem akartak fejjel rohanni a falnak, ezért átadták a területet. Szerencséjükre a spanyolok nem voltak a legélesebbek, így Dani Olmo és Morata is sorra hagyta ki a lehetőségeket. A második félidőben folytatódott az idegőrlő spanyol mezőnyfölény, de a 80%-os labdabirtoklást nem tudták gólra váltani. Az eredmény nem változott, a spanyolok és a svédek egy gól nélküli döntetlennel és 1-1 ponttal rajtoltak. Tehát meglepetés eredmények születtek a tegnapi játéknap esti mérkőzésein. Ti mennyire lepődtetek meg a tegnapi eredményeken? Ugye Lengyelország 2-1-re kikapott, Spanyolország meg döntetlenezett. Tibi, te hogy láttad ezt? Én a szlovák-lengyel meccsőt úgy gondoltam, hogy ez egy 3 esélyes meccs lesz, tehát bármelyik csapat nyerhet, vagy ha döntetlen, az sem meglepetés. Ugye a lengyel lendületet itt a kiállítás megtörte. Én úgy érzem, hogy kicsit szigorúan állítottak ki Krakovjákot, hiszen a volt korábban egy sárga, és ilyen szabálytalanságért nem mindig adnak sárgát. Tehát tegyük hozzá, a lengyeleknek 10 emberre volt még lehetősége a győzelemre, hiszen utolsó 2-3 percben 2 nagy lengyel helyzet is volt, amit nem sikerült ugye belőlük nekik. A másik a spanyol svéd meccsnél pedig, hát én spanyol győzelmet vártam. Benne volt a pakliban, hogy a svédek majd a bunkerfocival 1 pontot mentenek, sikerült nekik. Ugye itt látható a táblázat is, hogy Szlovákia vezeti a csoportot Svédország, Spanyolország előtt, akik 1 pontot szereztek, Lengyelország pedig 0 pontos. Valóban a spanyol döntetlen volt a meglepetés, vagy talán inkább a lengyel-szlovák mérkőzés szolgált meglepetés? Zsolt, szerinted hogy alakult ez?
Hát most én úgy gondolom, hogy a mai fociban talán már annyira meglepetésekről nem is tudunk beszélni, főleg egy ilyen kiegyensúlyozott, kiegyenlített mezőnyben. De az tény, hogy én személy szerint a lengyel válogatottól többet vártam. Sokan beszéltünk Lewandowskiról, egyszerűen Lewandowski tegnap idézőjelben nem létezett a pályán, de ez tudva annak is, hogy azért a lengyel válogatott egy teljesen más játékrendszerben játszik, mint például a Bayern München, és nincsenek azok a sztárok, azok a minőségi játékosok, akik őtet kiszolgálják a labdával, és ez tegnap nagyon megérződött. A kezdeti 20-25 perc után pedig a szlovák válogatott teljesen magára talált, és a vezető gól után én azt mondom, hogy talán még magabiztosabban is játszottak, független, hogy a vége felé a lengyel válogatottnak azért voltak még lehetőségei, de hogy az egészet egy kalap alá veszük, akkor úgy gondolom, hogy megérdemelt a szlovák győzelem. Ami a spanyol-svéd mérkőzést illeti, hát az első 20-25 percben a svéd válogatott, mintha nem is szeretett volna focizni, ők egyszerűen beálltak saját területükre védekezni, és én úgy érzem, hogy a spanyol válogatott igaz, hogy alakított ki helyzeteket, de nem voltak annyira acélosak, annyira konkrétak a befejezéseknél, és ez még meg is büntetette volna magát, mert láttuk, hogy az első és a második fél időben is két óriási ordító helyzete volt a svéd válogatottnak, és hát innentől úgy gondolom, hogy eléggé érdekes mérkőzések várnak ránk ebbe a csoportban. Ugye a spanyol válogatott 80%-os labdabirtoklással rendelkezett a meccs adott pillanatában, mégsem tudták gólra váltani ezt a labdafölényt. Mi hiányzik? Egy igazi gólvágó, mert folyamatosan azt lehet olvasni, hallani, hogy tulajdonképpen Torres és David Villa óta nincs igazi gólvágója a csapatnak. Egy gólvágó is lehet, hogy hiányzik, és szerencse. Ugye fölénről, ha beszéltünk, az első 10 percben 88%-os volt a spanyol labdabirtoklás, az első félben pedig a spanyoloknak volt 303 jó passza a svéd térfélen, a svédeknek pedig csak 38 a spanyol térfélen. Úgyhogy én a szerencse számlára írom, hiszen láttuk ott a végén tényleg néhány centivel ment a labda a kapufa mellett, stb. Tehát egy kis szerencse kellett van, de nincs olyan gólvágó csatárjuk, mint akiket az elő felsoroltál, úgyhogy mindenképpen szükség lenne valahonnan egyet találni, akár utánpótlást válogatottból, vagy valahonnan egy igazi befejező csatárt. Morata nem hozza azt a formáját, amit a Juventusban hozza. Azt mondják talán, hogy ő egy olyan játékos, egy tipikusan olyan játékos, aki nem egyedüli csatárként tud érvényesülni. A Juventusban is ott van mellette Ronaldo, és így ketten hozzák a gólokat. Itt tulajdonképpen a spanyol csapatban egyedüli csatárként próbál boldogulni. Ez is probléma lehet, hogy egyedül nem tudja úgy hozni a számokat? Hát lehet, hogy ez is benne van, és tegnap nagyon látszott rajta például a frusztráció is, és például a nézőkkel sincs valami jó viszonyban, ahogy láttuk, eléggé kifütyülték, főleg amikor a második fél időben elhagyta a pályát. De én mégis úgy gondolom, hogy Morata akkor volt mindig igazi bombaformában, amikor talán a kispadról állt be. Akár a Juve-ben, akár a Chelsea-ben láthattuk, és viszont tegnap tényleg ordító helyzetei voltak. Lehet, hogy nem volt nála meg az a 100%-os összpontosítás, de biztos, hogy a második fordulóra azért kicsit változtatni kell a spanyol válogatottnak. Pont itt, ami a befejezések alatt értek, hogy most már gólt kell lőni. Hát meglátjuk majd a második fordulóban, hogy mennyire tudnak majd fordítani a játékképükön. Mi forduljunk át a mai mérkőzésekre, ugyanis Magyarország Portugáliával csap össze, Franciaország pedig Németországgal. Nézzük, milyen esélyekkel szállnak egymással szembe. A magyar labdarúgó válogatott a lehető legnehezebb kvartettbe, az úgynevezett halálcsoportba került. Az EB címvédő portugálok, az aktuális világbajnok franciák és a 2014-es VB győztes németek mellé. Marco Rossi együttese 18 órától a sztárokkal teletűzdelt, Cristiano Ronaldo vezette portugálokkal mérkőzik meg a Puskás Ferenc arénában. A mérkőzés teltház előtt rendezik meg, ami több mint 60 ezer, főként magyar szurkolót jelent. Az összecsapás fő esélyesei a portugálok, de a labda kerek, ezt pedig 5 éve is láthattuk, amikor ez a két csapat 3-3-as döntetlenre mérkőzött az előző Európa-bajnokságon. 21 órakor sem unatkoznak majd a labdarúgás szerelmesei, hiszen az aktuális világbajnok franciák a 2014-es VB győztes németekkel csapnak majd össze. A szakértők a franciákat tartják favoritnak, de a halálcsoport senkinek sem tartogat könnyű mérkőzéseket. Tehát 18 órától Magyarország-Portugália mérkőzés lesz.
Ugye mire számíthatunk itt? Magyarország, Portugália összecsapás, Portugália VB címvédőként van jelen a tornán. Vajon milyen eredmény születhet? Igen, Portugália ugye a címvédő. Nem tudom, amikor ugye 5 éve összekerültek szintén a csoportban, akkor sem számítottunk sok jóra, és a végén egy meglepetésszerű 3-3 lett a vége. Portugálok tele vannak sztárokkal, ugye Ronaldo, André Silva, Fernandes, stb. Stb. Magyar együttes pedig ugye Szoboszlai Dominik és Kalmár Zsolt hiányában nem fognak játszani. Séfer András lesz a helyettes, így hallottam, a Dunaszerdahely játékosa. Hát ha valakit meg lehet csípni a csoportba egy meglepetésszerű csodaszámba menő X-el, akkor az mindenképpen Portugália, hiszen én úgy vélem, hogy Németország és Franciaország más dimenzióban játszik, mint a magyar együttes. Esetleg be kell állni persze védekezni, kibekelni a meccset és kontrákból talán egy gólt szerezni, de viszont az se jó, ha magukra húzzák a portugálokat, mert úgyis a védelem hibázik előbb-utóbb a nagy nyomás hatására, akkor pedig gólok születnek. Tehát itt teljes taktika, nem is tudom, hogy mi lehetne, nem tudnék erre konkrét választ adni. Nehéz dolga van a szövetségi kapitánynak minden bizonnyal. Több hiányzója is van a magyar csapatnak, ugye Szoboszlai, illetve Kalmár sem tud részt venni az Európa-bajnokságon sérülés miatt. Tudja-e a magyar válogatott őket pótolni, szerinted Zsolt? Én attól félek, hogy nagyon nehezen. Egyszerűen ők annyira meghatározó játékosai voltak az utóbbi időben a magyar válogatottnak, tévedjek, legjobban azt szeretném, de őket nagyon nehezen lehet pótolni, esetleg azok a játékosok, akik pályára fognak lépni, tényleg tiszta szívvel, hogy megpróbálják lejátszani, mindent beladni, de én úgy gondolom, hogy így sokkal nehezebb dolga van a Rossi szövetségi kapitánynak, mert hogyha például egy francia, német, egy portugál válogatottból hiányzik egy-két játékos, akkor egy kallegyintéssel tesznek be helyettük másokat, úgyhogy én attól tartok, hogy nagyon hiányozni fognak. Ugye a portugál válogatott továbbra is Cristiano Ronaldo-ra épül, de most olyan társak vannak mellette, mint Ruben Dias, Bruno Fernandes, André Silva vagy João Félix, esetleg még Diego Jotát is lehet említeni. Ezekkel a játékosokkal néznek szembe a magyar védők, meg tudják-e őket állítani? Én úgy gondolom, hogy ez a portugál válogatott papíron sokkal erősebb, mint az 5 évvel ezelőtti EB győztes válogatott volt, és sokkal több játékrendszerben is tudnak játszani. Sokkal kreatívabbak, és valahol úgy érzem, hogy nem már csak annyira Cristiano Ronaldo centrikus ez a csapat, hanem itt azért vannak, hogy te is felsoroltad, tényleg nagy nevű játékosok, viszont a Cristiano Ronaldo-t nézzük, akkor ő bárhol, bárkinek, bármikor tud gólt adni, ő rá külön figyelmet muszáj szentelni a pályán, és ahogy Tibi is megemlítette, én úgy gondolom, hogy tényleg Rossi szövetségi kapitánynak egy nagyon nehéz dolga van, ami a taktikát illeti, mert egyszerűen egy pici hiba, nem odafigyelés, figyelem kihagyás, az már nagyon, nagyon sokba fog kerülni, és én úgy gondolom, hogy a magyar válogatott, hogyha pontokat szeretne ezért a mérkőzésen szeretni, muszáj lőjön gólt, ami szintén nagyon nehéz lesz, és sajnos azt kell mondani, hogy nagyon nehéz lesz fordított esetben is, hogy ne kapjanak gólt. Ugye Budapesten teltház előtt rendezik meg az EB meccseket, segíthet-e ez a magyar válogatottnak? Persze mindenképpen, ugye tudjuk, hogy Budapest az egyetlen helyszín, ahol teltház a 100%-os kapacitással működik a stadion, ami 67.215 nézőt jelent. Segíthet a fiúknak természetesen, de azt hiszem, hogy ez nem szabad csak a közönségre alapozni, ez attól félek, hogy kevés lesz a közönségnek a szeretet és a közönségnek a lendülete. Ha már szurkolók Vajdaságban is szurkolnak a magyar válogatottnak, Magyar Kanizsán Mészáros György kollégánk van jelen, aki megpróbálja nekünk közvetíteni, hogy ott milyen a hangulat. Szia György, hogy látod, milyen a hangulat, mit látszott a helyszínen? Köszöntöm a napi foci nézőit, nos, hát a hangulat már most emelkedett, bár itt, ahogy a mögöttem is látható, a Magyar Kanizsai Taverna kávézónak a teraszán, illetve a kert helyiségében, az udvarában most kezdenek gyülekezni az emberek, és mindenki abban bízik, hogy a magyarok bármilyen csoda árán is, de győzni fognak a portugálok ellen, és nem csak férfiak, hanem ifjú hölgyek is gyülekeznek itt lassan, de biztosan egyébként, aki még nem indult el otthonról, és szeretné
tudni élőben követni itt a tavernában a mérkőzést, az elindulhat, hiszen van még bő 40 perce ahhoz, hogy ideérjen. Nagyjából akik itt vannak szervezők, azt mondták, hogy egy ilyen 150, de akár 200 szurkolóra is számítanak, hiszen egyként az egész Kárpát-medence most a magyar csapatnak drukkol, és tehát mindenki bízik abban, hogy a magyar csapat győzedelmeskedni fog majd Portugália fölött. Hát ezt majd 3-4-8 körül meg is fogjuk tudni. Minden esetre mindenki nagyon-nagyon izgul itt a tavernában, tehát már gyülekeznek az emberek, és nem csak itt, hanem Vajdaság szerte, és nem csak a stadionban lesz telt ház, hanem minden olyan helyen Vajdaságban, ahol az emberek követik majd ezt a mérkőzést, hiszen nem csak itt Magyarkanizsán, hanem például Szabadka központjában is követik majd a Magyarország Portugália meccset, csak úgy, mint Temerinben, Óbecsén és számos más helyszínen, például a hajdújárási focipályán is egy óriás kivetítőn keresztül. Hát mi mit mondhatnánk mást, mint azt, hogy hajrá Magyarország! György, köszönjük szépen a tudósítást, neked pedig jó szurkolást kívánunk. Este egy komoly mérkőzést rendeznek Németország, Franciaország között, most erről beszéljünk egy kicsit. Itt mi várható? Ez tulajdonképpen egy előrehozott EB döntőnek is megfelel. Van esélyes, van konkrét esélyes itt ezen az összecsapáson? Nincs konkrét esélyes, szerintem ezen a meccsen bármi megtörténhet, hiszen világsztárokat van utatva egyik is a másik válogatott is. Nem tudom, milyen meccset számíthatunk, láttunk már korábbi EB-ken, VB-ken, amikor két sztárcsapat találkozott az első meccsen, és egy unalmas 0-0 lett a vége, taktikázás, de olyan meccset is láttunk, amikor bizony gólgazdag találkozó volt, és nagyiromú találkozó volt. Nem tudom, mire számíthatunk, én bízom benne, hogy azért hogy egy jó meccset fogunk látni. Az, hogy ki fog nyerni ezen a találkozón, hát nem is tudok erre mit mondani. Bármelyik csapat nyerhet, meccs az két esélyes. Tulajdonképpen mindkét válogatott felállíthatna két csapatot erre az Európa-bajnokságra. Mindkét válogatottra az is jellemző, hogy nagy visszatérői is vannak a csapatnak. Ugye franciák oldalán ott van Karim Benzema, aki Deschamps idején nem volt válogatott, nem volt tagja a VB győztes csapatnak, de a németeknél is visszatért Müller, illetve Hummels is. Ez mennyiben befolyásolja a csapatok összképét, játékát? Én úgy gondolom, hogy a német válogatottnál főleg Müllernek a visszatérése adhat egy nagyon nagy erőt a német válogatottnak, mert az utóbbi egy-két évben a Bayern Münchenben is látszott rajta tényleg egy igazi vezéregyéniség, és hogy nagyon segíti a csapatot, óriási motivációval rendelkezik, és jó formában is szerepelt az utóbbi idényben, úgyhogy őrem biztos, hogy nagyon számít a német válogatott, de ugyanúgy Hummelsnak a tapasztalata is hátul a védősorban biztos, hogy jó fog jönni. Benzemáról pedig úgy gondolom, hogy nem is kell sokat beszélni. Az utóbbi években a Real Madridban láttuk, hogy oncsa gólokat tényleg formában is, valahol meg is érdemelte ezt, tehát hogy visszakerüljön a válogatottba, úgyhogy mindenféleképpen, ahogy Tibi is mondta, hogy tényleg egy kőkemény csatát, sztárok hada fog este felsorakozni a pályán, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon bízok benne, hogy egy élvezetes, jó kis mérkőzés fogunk látni. Hát szerintem ezt a szurkolók nevében mondhatjuk, hogy ma jó meccsek várnak ránk. Nekünk most néhány percünk van hátra az adásunkból, és van egy nyereményjátékunk is, amely során napi focis bögrét, sapkát, pólót és a döntő napján három labdarúgó labdát is kisorsolunk. Tegnapi kérdésünk, azt kérdeztük, hogy melyik ország válogatottját erősíti Robert Lewandowski, a helyes válasz pedig a B volt, vagyis Lengyelországot. Ezúttal is nagyon sok helyes megfejtés érkezett hozzánk, a napi focis bögrét Vörös György Julianna, a napi focis sapkát pedig Deák Rihárd nyerte meg, gratulálunk nekik ezúton is. A nyereményeket a Pannon marketing osztályán hétköznaponként 8-tól 16 óráig vehetik fel. Természetesen ma is van kérdésünk, amely így szól, hányas számú mezben lép pályára a magyar válogatott ellen Cristiano Ronaldo? A. 7-es, B. 9-es. A megfejtéseket továbbra is a Sport Hétfő Facebook profilján üzenetek formájában várjuk a következő műsorunk kezdetéig. Játszani pedig érdemes, hiszen a döntő napján, ahogy említettem, három focilabdát is nyerhetnek nálunk. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy emeltétek a délután fényét, illetve jó szurkolást kívánok nektek is. Köszönjük szépen! Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne feledjék, hogy holnap 17 órától ismét lesz napi foci, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!